Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja civilradio.net-en. Szivák Júlia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! Az indiai filmipar gyártja a világon a legtöbb filmet, ezzel messze maga megjutasítja Hollywoodot is. Az indiai filmipart azonban nem kezelhetjük egységes tömként, a nagy indiai nyelveknek megfelelően beszélhetünk különböző regionális filmgyártási központokból. A legszélesebb körben a Mumbai központ a hindi nyelvű filmipar termékeit fogyasztják, amelyeket világszerte, és így Magyarországon is bollywoodi filmekként ismerünk. A bollywoodi filmek igen izgalmas képet festenek az indiai társadalomról, és a mai adásban ezt a témát fogjuk közelebbről megvizsgálni. Vendégünk Fejes Jancsó Dorottya, az LTBTK film, média és kultúraelméleti doktori programjának hallgatója, akinek témája a bollywoodi moziportás trendjének vizsgálata, mert már korábbi tanulmányai során is felkeltette érdeklődését. Alap- és mesterképzését is az ELTE bölcsészettudományi karán végezte, filmtudományt és indológiát hallgatva, amelyek megalapozták jelenlegi kutatásait is. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Szia Dorka! Nagyon sok szeretettel üdvözlünk az Orient Express stúdiójában. Ma ugye a bollywoodi filmekről fogunk beszélgetni, meg hát a nacionalizmusról, viszont szerintem lehet, hogy érdemes volna először egy pár szót szólni arról, hogy mik is azok a bollywoodi filmek, illetve ennek kapcsán majd légy szíves, mesélj egy kicsit arra, hogy téged ez az egész téma, hogy kezdett el érdekelni. Szuper, szia Júlcsi, én is nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehetek. Én Fejes Jancsó Dorka vagyok, és most doktori képzésben veszek részt az LTBTK-n film, média és kultúraelméleti doktori program keretei belül. Ezt most egy levegőre sikerült elmondanom, hibátlanul, úgyhogy nagyon büszke vagyok már magamra. És igazából ez az egész ilyen Bollywood őrületem, ez már alapszakos koromban elkezdett körvonalazódni. Én szabadbölcsészetet tanultam az ELTE-n, és ezen belül filmtudomány specializációs voltam, és hindi nyelv minoros, amiből így magából adódik szerintem ez az egész téma, és aztán nagyon-nagyon gyorsan sikerült beleszeretnem, úgyhogy mesterképzésben is folytattam ezt a dolgot. Ott már némileg megjelent egyébként ez a nacionalizmus, mint téma a mesterszakos diplomamunkámban, de igazából a doktori képzés az, aminek a keretein belül most ezt szeretném kiteljesíteni, vagy egy kicsit jobban elmélyedni az egészben, mert ez egy igazából egy borzalmasan mély és nagyon-nagyon nehéz témakör, pláne úgy, hogy egy ennyire messzi kultúráról beszélünk innen is. Igen, ez mindenképpen így van, viszont amit mondtál, hogy filmszakos is voltál, meg indológiára is jártál, azért ez a kettő, ez így nem feltétlenül adja ki azt, hogy az ember szeretni fogja a bollywoodi filmeket, mert azért nagyon sok indológust ismerünk, aki ki nem állhatja a bollywoodi filmeket, és szerintem így Európában igazából kb. Két hozzáállás van, vagy az, hogy nagyon szereted a bollywoodi filmeket, vagy az, hogy nagyon utálod őket. Szerinted mi az, ami miatt ennyire ellentmondásosak a vélemények a bollywoodi filmekkel kapcsolatban? Hát szerintem azért ezt mindenképpen el kell mondani, hogy kell egy másfajta ilyen mindset, amivel leül az ember bollywoodi filmet nézni, ezt nem neked kell elkezdenem, hogy ez, mert mind a ketten tudjuk azt, hogy, hogy mi ennek a varázsa, de minden esetre egyáltalán nem szabad úgy leülni, mint mondjuk egy akár hollywoodi, akár európai populáris filmnek a megnézése előtt, hogy akkor most nem tudom, van másfél órám, és akkor megnézek egy romkomot valahol, hanem azért fel kell készülni egyrészt arra, hogy mondjuk egy ilyen 2,5-3 órás két részletbe vágott filmet fogunk látni, nyilvánvalóan emiatt, hogy a játékidő is sokkal hosszabb, a cselekmény is másként fog felépülni, időnként sokkal lassabban történnek dolgok, mint amiket mi megszoktunk itt a nyugati filmgyártásban, néha sokkal lassabban történnek dolgok, mint ahogy azt szeretnénk. Ugye arról nem is beszélve egyébként, hogy mondjuk a látványvilága a filmeknek mennyire teljesen más, ami lehet egyrészt ilyen egzotikus módon hozzáállni, hogy fú, de jó, meg színes, meg india, meg spiritualitás, meg mindenféle. Viszont azért ennek megvannak így a gics parádi része is, ami miatt szerintem csodálatos lesz az egész, és ami miatt én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. De ezt én el tudom hinni azt, meg látom azt egyébként, hogy az embereknek miért lehet sok. Hát meg ugye ne felejtsük el a zenét, meg a táncot, ami ugye nagyon sokakat egyébként ismer, így alaphangon is kiakaszt. Hát igen, azért nem egyszerű. És amúgy emiatt is nagyon érdekes, mert például vannak nagyon sokan, akik mondjuk az amerikai típusú műzikeleket nagyon szeretik, meg a színházi műzikeleket, viszont Bollywoodtól pedig hidegrázást kapnak, ami
ami meg ugye nagyon sokan a bollywoodi filmeket pont így a dal jelenetek miatt a műzikelekhez hasonlítják, amiben van némi igazság, de azért nagyon-nagyon messze áll a kettő egymástól. Akkor egy kicsit beszéljünk erről szerintem, mert ez egy ilyen nagyon szembetűnő különbség. Akkor mégis mi az, ami miatt mások a bollywoodi filmek, mint az amerikai típusú műzikelek? Szerintem egyrészt amiatt lehet ezt a, vagy abban rejlik a legnagyobb különbség, hogy mondjuk hogyan használják, vagy mire használják a daljeleneteket. Mert Bollywoodban például ugye nagyon sokan csinálják azt, amikor mondjuk felvesznek az egyetemen egy bollywoodos kurzus, hogy akkor ilyen időnyerés szempontból a kötelező filmekben átugrálják a daljeleneteket. Viszont, hogyha ezt megteszi az ember, akkor gyakorlatilag ilyen értelmezhetetlenné tud válni az egész történet, mert nem feltétlenül mondjuk így a narratívának, így a cselekmény szempontjából fontos az, hogy egy daljelenetben mi történik éppen, hanem mondjuk érzelmileg nagyon-nagyon sok olyan dolgot tudnak tartalmazni, vagy olyan tabukat esetleg daljelenetekben elmondani a filmek, amiket a történetben nem tudnának. Például az, hogyha mondjuk két szereplő szerelembe esik, ez mondjuk a 90-es években nagyon-nagyon-nagyon jellemző volt, vagy a 2000-es évek elejé filmekben, hogy nem fogod menni a fiú alányhoz és azt mondani, hogy hello, szeretlek téged, meg legyél a feleségem, hanem ezt egy ilyen 8 és fél perces daljelenetnek a keretein belül teszik meg, akár nem tudom, elrepülnek ehhez Egyiptomba, vagy Svájcba, vagy ahol éppen jobban lehet érzékeltetni, hogy mekkora is a szerelem, de ez mindenképpen egy nagy különbség szerintem mondjuk az amerikai vagy az európai műzikelekhez képest. Én azt is nagyon érdekesnek tartom egyébként a dalbetétek kapcsán, hogy ugye a dalbetéteknek azért van egy ilyen külön élete. Gyakorlatilag a filmen kívül is, tehát hogy azokat mondjuk sokkal előbb, nem tudom, meg lehet nézni, meg így azzal is promózzák a filmet körülbelül, és nagyon érdekes, hogyha így megnézed csak a dalbetéteket, akkor nem is biztos, hogy ki tudod találni, hogy miről szól a film, mert egyszerűen annyira más világ jelenik meg a dalbetétekben. Szerintem egyrészt nagyon fontos szerepe van ebben annak, hogy működik mondjuk Bollywoodban a filmeknek a finanszírozása, meg a gyártása. Mert nincs egy indiai nemzeti film alap, ahova meg lehet pályáztatni a filmeket, aztán vagy kapnak pénzt, vagy nem, hanem ez magánbefektetésekből, ilyen banki hitelekből finanszírozzák meg a filmeknek a gyártását, és ez nagyon fontos az, hogy minél több producert vagy ilyen támogatót bevonzanak. És ez, hogyha például sikerül mondjuk egy-két nagy nevet leszerződtetni egy dalajánlatra, egy filmhez, és azzal elkezdik promótálni, meg mondjuk tévés reklámot csinálnak neki, vagy elviszik turnézni a filmet, ami egy teljesen nem tudom, nyugati közönség számára egy teljesen szokatlan dolog, hogy daljeleneteket elvisznek turnéztetni, és a filmnek a promója nem abból áll, hogy mondjuk egy ilyen egyperces, egy ilyen trélert látunk a tévében, meg kint van az óriás plakát, hanem hogy tényleg egy ilyen sokkal interaktívabb élmény az egész. Szóval, hogy ez, hogy mondjuk ennyi pénzt beleölnek abba, hogy egy daljelenet az nagyon-nagyon szépen, meg nagyon fullosan meg legyen csinálva, az egy ilyen segítség ahhoz, hogy magára a filmre is kapjanak pénzt. Azt viszont utána be kell osztani, mert ez egy véges dolog, és nyilván emiatt aztán történhetnek olyan bakik, hogy mondjuk egy dajánat sokkal jobban néz ki, vagy egy item song sokkal jobban néz ki, mint egy filmnek a többi vizuális eleme. Igen, meg az is nagyon érdekes, amit említettél, hogy egészen máshogy működnek a társadalmi tabuk, meg a társadalomra egészen más képet mutatnak a dalok, mint a filmek. Van egy olyan dolog, hogy állítólag azért kezdték el ezeket a daljeleneteket használni egyébként a bollywoodi filmekben, hogy kikerüljék a cenzúrát, és kikerüljék ezeket a társadalmi tabuknak a megjelenítését, mert nagyon, nagyon erős cenzúra van a mai napi Indiában, ami viszont érdekes módon egy információs és műsorszórási minisztérium alá tartozik a Central Board of Film Certification, vagyis a cenzortestület, és ők nagyon komolyan cenzúrázzák azt, hogy mondjuk milyen erőszakos vagy szexuális tartalmak vannak egy filmben. Igazából ez a két fő olyan pont van, amire nagyon harapni tudnak, vagy ami miatt egy film mondjuk akár felnőtt filmes besorolásba is jönhet gyorsan. És ez annyira régi dolog, hogy ez még a brit uralom alatt lett először bevezetve. Szóval, hogy ez egy abszolút egy brit vívmánynak a továbböröklése, és emiatt már az első bollywoodi filmek is ilyen daljelenetes formában jelentek meg, az első hangos filmek, és ez megmaradt továbbra is, mert van, tehát hogy igazából az a hozzáállás az egész, ez meg azért férnek bele a daljelenetekbe olyan dolgok, amik egyébként mondjuk így a nem daljelenetekben nem, vagy a film többi részében nem, mert van egy olyan fajta hozzáállás, hogy ami nem a valóságban történik, értsd, nem a filmnek a szinkron idejében
történik, az valójában az nem is valóságos, és az államban meg igazából mindenki azt csinál, amit akar. Mert nyilván vannak keretei, meg vannak határai, de emiatt nagyon sokszor látható az, hogy mondjuk is sokkal provokatívabbak szexuálisan, mondjuk a leginkább a női karaktereknek az öltözékén az, ami ez nagyon hangsúlyosan meglátszik. Bár mondjuk azért a 90-es években a férfi karaktereknek ezek az átlátszó nylon-ingei, az szintén borzolni tudják a kedélyeket, bevallom, de igen. Igen, ez mindenképpen egyet tudok ezzel érteni. Az is nagyon érdekes szerintem, hogy említetted ezt a cenzortestületet, hogy elméletileg ugye az erőszakos dolgokat is cenzúrázniuk kéne, de azért mondjuk, hogyha megnézed az ilyen, nem tudom, én 70-es évekbeli Amitabh Bachchan filmeket, vagy akár csak egy ilyen kortárs háborús filmet, amire majd később beszélni fogunk részletesen, azért nagyon-nagyon durva dolgok vannak, és nekem az az érzésem, hogy sokkal inkább az ilyen szerelmi dolgokra megy rá a cenzortestület, ami egészen furcsa eredményeket tud produkálni. Igen, nagyon furcsa egyébként szerintem, meg ez igazából ilyen korfüggő is, meg szerintem igazából a filmnek a stábjától, vagy a rendezőtől, vagy tehát nem akarok senkit megvádolni semmivel, meg erre nincsenek ilyen, nem tudom, empirikus tapasztalataim, vagy bármi ilyesmi egyelőre. Ez majd remélhetőleg a doktorimnak a későbbi kutatási szakaszában fogok tudni gyűjteni hozzá anyagokat, hogy vannak olyan filmek, amikben egyszerűen tényleg nagyon-nagyon durva, erőszakos dolgok beleférnek, és vannak olyanok, amikben pedig sokkal kevesebbért is már elítélik a filmeket. Például volt egy olyan, nem olyan régi eset, 2016 vagy 2017, ez ugye nehéz megmondani, a Lipstick Under My Burka című film, volt, amilyen legendásan nehezen sikerült bemutatni. 2016-ra tervezték, azt hiszem, és 2017-ben lett bemutatva, tehát közel egy évvel később a tervezett dátumhoz, és igazából ez a film négy nőnek az életéről szól, és van benne egy olyan, hogy egy idős özvegy néni telefonszexel, meg ilyen házasság előtti szexre vannak utalások, meg ilyesmi, és az egyik főszereplővel készítettek egy interjút, aki azt mondta, hogy első körben azért utasította el őket a cenzortestület, mert túlságosan nőcentrikusnak találták a filmet. Ami egy ilyen egészen furcsának, vagy egészen banális dolognak hangzik egyébként, de aztán így tételesen, tehát ez pont egy ilyen ritka film, aminek megvan egyébként a cenzortestületi jegyzőkönyve, és végig lehet követni, hogy ez, hogy telefonszex van benne, hogy pornográf tartalmak vannak benne, ami így azt jelenti, hogy nem tudom, el van játszva ruhákon keresztül, hogy minthogyha közösülnének egymással, de hogy egyébként mondjuk így nyugati szemmel nézve egyáltalán nem provokatív ez a tartalom, viszont tényleg, amit mondtál, hogy viszont vannak olyan háborús filmek, vagy olyan akciófilmek, amikben meg konkrétan, nem tudom, csöpög a vére az embereknek össze-vissza, meg agyonverik egymást, és az gond nélkül nézheti a közönség. Igen, igazából itt elgondolkozhatunk tulajdonképpen azon is, hogy a nőcentrikust, ezt lehet, hogy úgy kell értelmezni, hogy egy olyan nézőpontot mutatnak be, amin keresztül esetleg úgy tűnik, hogy a nőknek is joga lenne jól érezni magukat, és nem feltétlenül csak ezt az ilyen idealisztikus, mindenkiről gondoskodó, ilyen szűzies indiai anyának a képét adja elő. De egyébként szerintem az is nagyon érdekes, hogy így az évtizedeken meg a különböző ilyen nagy filmkészítési áramlatokon keresztül hogyan változtak a különböző ilyen tabuk, meg a különböző nemi szerepek, és hogy napjainkra gyakorlatilag már eljutottunk odáig, hogy vannak ilyen alternatív terek, mint például mondjuk a különböző ilyen streaming platformok, amik szintén még valahogyan, nekem az az érzésem, hogy a Bollywoodnak így a farvizén vannak, vagy tehát abban a kulturális univerzumban tartoznak, viszont mégis egészen más dolgokat tudnak így bemutatni. De ami ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy egyébként meg tök jó, hogy említetted ezeket a streaming platformokat, hogy ezt pont 2020 novemberében szabályozták le az egészet. Mert előtte igazából pont ez volt a lényege az egésznek, hogy gyakorlatilag azok a, nem tudom, feltörekvő vagy kezdő filmesek, akik nem tudtak mondjuk egyből mozivászonra kerülni, vagy mondjuk nem tudom, határon vannak így a művészfilm és a bollywoodi film között, vagy nem tudom, tényleg nincsenek olyan kapcsolataik, hogy egyből nagy filmet tudjanak gyártani, nekik ezek a platformok teljesen tökéletesek voltak arra, hogy így kipróbálhassák a művéket. Ugye arról nem is beszélve, hogyha mondjuk egy kicsivel ilyen társadalomkritikusabb, vagy rendszerkritikusabb filmek készülnének, akkor azok is gond nélkül helyet tudtak foglalni ezeken a platformokon. Viszont pont 2020 novemberében született egy olyan döntés, hogy ezt is ugyanez a testület, akik a filmeket, a mozivászonra kerülő filmeket, illetve a köztévébe kerülő tartalmakat cenzúrázzák,
hogy ugyanez a testület fogja végezni az ellenőrzését a streaming platformokra kikerülő filmeknek is, illetve hát ugye mindenféle ilyen audiovizuális tartalomnak, és amit tök érdekes, hogy ez egyelőre úgy néz ki, de mondjuk nyilvánvalóan nagyon-nagyon kevés idő telt el azóta, hogy ez a törvény megszületett, és nem szeretnék ilyen nagyon messze megy a következtetéseket levonni, viszont most már kerültek föl olyan filmek is, amik egyébként ilyen abszolút, ilyen a mai kortárs politikai nézeteknek megfelelő, ilyen tipikus mozivászonra illő filmek, viszont nyilvánvalóan ugye a Covid-nak köszönhetően is nem tudtak a nagy közönség elé mozikba kerülni, és ezért tele vannak a streaming platformok is ilyen nagyon-nagyon erősen nacionalista üzeneteket tartalmazó filmekkel, amik eddig szokatlanok voltak egyébként, ettől már pont inkább ez az a kísérletezős, hogy ez a független filmes irány volt a jellemző. देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहां जाएं हम तेरी बाहों में मर जाएं हम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहां जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम Ezért továbbra is az Orient Express a civilradio.net-en, fejesen Csodorkával beszélgetünk a bollywoodi filmekre. Az előző szekcióban már kicsit így belekaptunk abba, hogy mennyiben különböznek az indiai filmek, és hát már elkezdtük így kerülgetni kvázi az elefántot a szobában, arról, hogy a bollywoodi filmek azért így nagyon-nagyon népszerűek Indiában, és rengetegen nézik őket, és hát bizony komoly ilyen társadalom formáló erejük is lehet. Már csak így a nézettségüktől fogva. Egy kicsit tudnál beszélni arról, hogy mennyire népszerűek a bollywoodi filmek, illetve kik nézik a bollywoodi filmeket? Igazából szerintem a második kérdés a könnyebb válaszol, hogy nagyjából mindenki nézi a bollywoodi filmeket. Ez abból is fakad, hogy ugye azért lássuk be, hogy Indiában még a mai napig is annak ellenére, hogy vannak rá törekvések, meg tök jó programok, hogy mondjuk az analfabetizmust felszámolják, vagy csökkentsék. Azért még mindig Indiának egy nagyon jelentős része, hogyha jól emlékszem, akkor még a mai napig is 20% fölött van az az arány, akik írástudatlanok az ország lakosságát tekintve. Viszont ugye a bollywoodi filmeket, amik szerintem ez nem hangzott el eddig, hogy ezek hindi nyelven készült populáris filmek, ami nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sokan India filmjeivel azonosítják Bollywoodot, ami ugye nem teljesen helyes azonosítás. Szóval, hogy a filmek azért nagyon jók, mert nincs szükség hozzá semmilyen különleges intellektuális tudásra, hogy megnézze az ember, és levonja belőle az aktuális következtetéseket, és hogyha valaki nem tud írni, olvasni, viszont beül egy moziba, mert azért ez egy nagyon-nagyon olcsó és nagyon jó szórakozási lehetőség, és nagyjából minden faluban, annak ellenére, hogy gyakran folyóvíz nincsen, moziterem valószínűleg van, tényleg gyakorlatilag emiatt így mindenki nézi a filmeket, és mindenki rajong értük. Arról egyébként mennyit tudunk, hogy a bollywoodi filmek mennyire népszerűek azokon a területeken, ahol vannak más nyelvű filmiparok is, mert ugye nem tudom, van a tamil nyelvű filmipar, meg a telugu nyelvű filmipar, amik szintén igazán nagyon erősek, és rengetegen nézik őket. Azért néznek ott is bollywoodot? Én biztos vagyok benne, nem tudok pontos számokat mondani sajnos, de igazából egyrészt én nagyon-nagyon valószínűleg tartom, hogy néznek ott is bollywoodi filmeket is, mert egyszerűen szerintem megkerülhetetlenek igazából.
Másrészt viszont az is gyakori egyébként, hogy mondjuk leszinkronizálják az ottani anyanyelvre a filmeket, vagy mondjuk csinálnak belőle egy tamil, vagy telugu, vagy bármilyen más nyelvű verziót, és akkor újra fordítják gyakorlatilag az egész filmet az ottani sztárokkal, és megcsinálják újra egy remake formájában. Én azt is nagyon érdekesnek tartom még, hogy Indiáról azért azt szerintem így mindenki tudja, hogy egy ilyen hatalmas, nagy társadalmi egyenlőtlenségekkel terhelt ország, ahol megvannak azok az emberek, akik a világ szoftver fejlesztő piacának így az élén járnak, meg azok is, akik tényleg nem tudnak írni, olvasni, számolni, és tényleg ezen elképzelhetetlen nyomorban élnek. És a bollywoodi filmek mégis az összes rétegnek tudnak valami olyan szórakoztató dolgot nyújtani, ami miatt egyszerűen beülnek az emberek a moziba, és megnézik ezeket a filmeket. Mi lehet ennek az oka, vagy mik ezek a különböző rétegek, amik így megfogják az embereket a bollywoodi filmekben? Egyrészt az egy rettenetesen izgalmas dolog, hogy nem tudom, hogy így van-e több olyan filmkultúra a világon, akiknek ez a törekvése, hogy nem célcsoportot célozzanak meg a filmekkel, vagy nem egy adott műfajú filmet csináljanak, ami egy kifejezett célcsoportnak szól, hanem hogy az lenne kifejezetten a cél, hogy minél többféle rétegét a társadalomnak elérjék egyszerre. És mindez egyébként annak köszönhető szerintem elsősorban, hogy Bollywoodon belül nehéz műfajokat elkülöníteni, vagy nehéz olyan szempontból mondjuk ilyen tiszta műfajokat megnevezni, mint például nem tudom, az akciófilm, vagy a romcom, vagy a thriller, vagy bármi ilyesmit említhetnénk, amit mondjuk így Hollywoodtól átörökölt, így a teljes nyugati kulturális szféra. És ez az úgynevezett masala film, ami Bollywoodra nagyon jellemző, ami egy hindi szó, és annyit jelent, hogy keverék, ami igazából tökéletesen leírja azt, hogy is néznek ki a bollywoodi filmek, mert egyszerre van benne egy nagyon erős romantikus szál, vannak benne ugye ezek a daljelenetek, amik szintén a romantikát erősítik gyakran. Van benne akció jelenet nagyon gyakran, ami nyilván inkább egy ilyen férfi közönségnek szóló ellen benne, mindenképpen kell benne lennie egy komikus szálnak, ami akár egy komikus karakter, akinek így csak az a funkciója, hogy nem tudom, minden 20. percben benyök valami vicceset, és igazából neki ennyi az összes karakterjegye. Ilyen nagyon-nagyon összetett dolog lesz ezekből a filmekből, ami valószínűleg hozzájárul ahhoz is, hogy miért ennyire hosszúak, meg az, hogy miért ennyire nehéz megemészteni, viszont ez járul hozzá ahhoz, hogy mondjuk így a nagymamától az újszülöttig bárki be tud menni a filmekre, és bárki megnézheti, mert mindenki fog találni legalább egy olyan szegmens egy filmen belül, ami egy neki szól, vagy amit magáinak érez. Igen, ez egyetértek én is, és még az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy én azt is nagyon érdekesnek tartom, hogy a bollywoodi filmeket, vagy hát igazából mondjuk mondhatjuk azt, hogy az indiai populáris filmeket, mert bár a nyelvük mondjuk más, de azért vannak ezek a műfaj sajátosok, amiket említettem, amik nagyon-nagyon hasonlóak az összes filmiparban, gyakorlatilag az összes indiai filmiparban. De szóval, hogy van ezeknek valamilyen összindiai vonzereje, ami miatt Indiában szinte mindenki szereti az indiai populáris filmeket, viszont ez valahogy így el is zárja őket szerintem a nyugati filmektől, tehát hogy egy amerikai film sosem lesz annyira népszerű Indiában. És az indiai filmek sem lesznek annyira nagyon népszerűek nyugaton. Így van, ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem, hogy miért koncentrálnak ennyire saját magukra kizárólag, és hogy ez mennyire egy ilyen zárt rendszert eredményezett, mert igazából gyakorlatilag nagyjából így az arab világban nézik még Dél-Ázsián kívül a bollywoodi filmeket, illetve egy hát így az indiai populáris filmeket, illetve ott, ahol mondjuk ilyen nagyobb diaszpórák előfordulnak. De ezen kívül így nem jutnak nagyon el külföldre, vagy nem igazán célja a filmeknek az, hogy mondjuk így más kultúrákat megszólítsanak. Szerintem is nagyon nehezen befogadhatóak az indiai filmek, hogyha az embert nem érdekli mondjuk az indiai kultúra, mert akkor ilyen kimeríthetetlen kincses bánya, de annyira érdekesnek tartom ezt az ilyen szeparált világot, hogy persze vannak azok a hasonlóságok mondjuk a nem tudom, a különböző arab kultúráknak a nemi szerepek beli felfogását, illetően ami miatt mondjuk így, vagy az afrikai országokat szokták megemlíteni, hogy mondjuk ott is így kicsit jobban el vannak szeparálva a férfiak, és a nők is így jobban betartják ezeket az ilyen szemérmességi dolgokat, és akkor emiatt így szívesebben fogyasztják. De nagyon érdekes szerintem ebből a szempontból a bollywoodi sztároknak a kultusza is.
hogy mennyire elképesztően népszerűek ők Indiában is nyugatra, meg így azért nem annyira sikerül ezt valahogy transportálni. Nem, sőt, igazából a legizgalmasabb szerintem az egészben az az, hogy ugye ott vannak azok a sztárok, mint még nem tudom, egy Amitabh Bachchan vagy a Shahrukh-án, aki így nagyjából így bármelyik isten, és aztán így ők következnek a sorban. És hogy ők valamiért így nem tudtak egyébként így helyet, vagy nem is akartak helyet kapni így a nyugati filmgyártásban. Ezzel szemben mondjuk ott van egy Irfan Khan, akinek, meg nem tudom, mondjuk a Jurassic World jutott most először eszembe, ahol ő zuhan le a helikopterre. Szóval, hogy ő látható, illetve hát ugye Priyanka Chopra ezzel a fantasztikus valamelyik Jonas Brother-rel kötött házasságával, és valamit őket megkülönböztetni, aki talán ilyen híresebbé tudott válni külföldön is, de ezen kívül nem igazán jutnak ki onnan a sztárok. Ami viszont a másik érdekesség az egésznek, hogy ugye aki így a nyugati filmkultúrák, vagy a nyugati kultúrák számára, hogy az indiai Dave Patel, ő pedig ugye egy árvaszót nem beszél semmilyen indiai nyelven, és mégis így ő az indiai, akit mondjuk a Ghetto Milliómosban, vagy a Marigold Hotel, vagy nem is tudom, jól pontosan azoknak a filmeknek a címe, szóval, hogy ő így a Pussycat Dolls Jai Hóra táncoló indiai karakter, aki nem beszél egy árva szót se semmilyen indiai nyelven, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, nagyon visszás dolog szerintem, és amúgy engem őszintén meglep, hogy mondjuk az indiaiak erre nincsenek jobban kiborulva, hogy ő belőle lett ez a nagy indiai kultúrát reprezentáló sztár. Igen, de mondjuk erről nekem az is eszembe jut, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk Bollywoodról kik írnak, meg Bollywoodnak melyik aspektusáról írnak nagyon sokat, akkor nekem mindig szembe tűnik az, hogy alapvetően a diaszpórát kutatják agyon. Mindig arról van szó, hogy a diaszpóra hogy nézi a filmet, a diaszpórában hogy fogyasztják ezt meg azt a terméket, és egyszerűen valahogy ez így nincsen súlyozva, hogy a diaszpórában azért jóval kevesebben fogyasztják az indiai filmeket, mint Indiában, és én el tudom képzelni, esetleg lehet, hogy a színészekkel is ugyanez van. És mit gondolsz egyébként a nyugati populáris kultúra és az indiai populáris film azok így közelednek egymáshoz azért? Hát szerintem volt egy ilyen hullám egyébként mondjuk így olyan 2000-es évek közepétől, még a 2010-es évek közepéig, amikor úgy tűnt, hogy mondjuk elkezdenek mondjuk a masala filmek inkább ilyen hollywoodi romkomok felé menni. Sokkal rövidebb lett a játékidő, sokkal kevesebb, vagy ilyen kontextualizálva lettek a daljánátok, ami azt jelenti, hogy nem csak így a vakvilágba kezdtek el énekelni, meg táncolni, hanem mondjuk elmentek egy buliba, ami mondjuk már adott egy keretet annak, hogy miért kezd el énekelni és táncolni a két főhős. Tök izgalmas szerintem az akciófilmeknek a fejlődése, az, hogy azok is ilyen nagyon nyugati mintára kezdtek el átalakulni, viszont ennek meg így valahogyan egyszer csak így vége szakadt, vagy nem tudom, vagy tehát nyilvánvalóan készülnek még ilyen filmek, viszont nem ezek a legpopulárisabbak, vagy nem ezek hozzák a legnagyobb nézettséget, ami egy nagyon-nagyon furcsa dolog szerintem, hogy van ez a fajta, nem tudom, hullámzás, hogy mikor mi népszerű, ami egy természetes jelenség nyilvánvalóan minden kultúrában, viszont az, hogy volt tapasztalható a 2000-es évek közepétől ez a fajta nyitás, meg így a műfajoknak így hát a tisztulása úgy mond, hogy így a basic maszálától elkezdett így szeparálódni, vagy így gyakorlatilag így, mint egy elemeire bontották volna a maszálát, és külön-külön filmeket csinálni belőle, viszont ez én nagyjából ugye 2018 vagy 17-18 környékére tenném azt az éveket, amikor ez így elkezdett megint visszamenni, és így sokkal klasszikusabb masala formájú filmek azok, amik nagyon-nagyon népszerűek. Ezt akartam volna kérdezni, hogy ha nem ezek az ilyen nyugatiasabb típusú filmek, akkor mik azok, amik most így nagyon hasítanak Bollywoodban? Hát a történelmi produkciók, azok mindenféleképpen, amik hát ilyen nagy történelmi eposzokból, vagy mítoszokból táplálkozó dolgok, amik így nem tudom, határán vannak mondjuk a szép irodalomnak, vagy a fikciós irodalomnak, és a történelemnek, de és a vallásoknak, ugye, de ezt ugye soha nem lehet India esetében annyira élesen elválasztani egymástól, illetve nagyon mennek most a rendőrös filmek, vagy az ilyen rendőrös akciófilmek, ami Indiában nagyon-nagyon szürreális dolog, és azért érdekes, mert egyébként mondjuk így pont a 2010-es évek környékén ennek volt egy ilyen nagy felfutása a rendőrös filmeknek, csak egy kicsit más aspektusból közelítették meg a témát, mint most,
illetve a háborús filmek, amikből így erre az évre 6 háborús szuperprodukciót ígértek be, és abból 2 már el is készült, szóval én nagyon kíváncsi leszek, hogy az évnek a második felében miket láthatunk még majd, de hogyha olyanok lesznek, mint a mostaniak, akkor jön, várom sok szeretettel őket. ओरे लड़के कहाँ पे आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू लड़के ओरे लड़के कहाँ से आया है रे तू प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू हाँ जल गई हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा गाजरा है बगदाद से लेके दिल्ली बागरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा गाजरा है बगदाद से लेके दिल्ली बागरा Tovább is az Orient Express, a civilradio.net-en Fejes Jancsó Dorkával beszélgetünk a bollywoodi filmekről, és ahogy már ezt az előző szekcióban is beharangoztam, most egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy a bollywoodi filmek azok hogyan ábrázolják az indiai társadalmat, illetve hogy ennek milyen kölcsönhatása van így a társadalom önképével kapcsolatban. Hát ez egy nagyon, nagyon, nagyon összetett kérdés szerintem, meg egy nagyon izgalmas kérdés. Szóval, hogy ez azért válik nagyon izgalmasá, mert az, hogy az indiai társadalmat reprezentálni, vagy így úgy beszélni az indiai társadalom, vagy az indiai társadalom, már önmagában egy nagyon furcsa dolog, mert annyira sokszínű kulturálisan, vallásilag, nyelvileg, hogyha már abba belegondolunk egyébként, hogy mondjuk így területre egy mekkora régióról beszélünk, mert ugye nem kifejezetten csak Indiáról érdemes ilyenkor beszélni, hanem mondjuk így az egész dél-ázsiai régióról. És az, hogy a filmek ezt hogyan próbálják meg reprezentálni, az pedig megint ugye egy olyan dolog lesz, hogy mondjuk így ki hogyan képzeli el, hogy mondjuk a filmgyártók, a rendező hogyan képzeli el, a producerek hogyan képzelik el, a befektetők hogyan képzelik el, és ebből születik egy olyan produktum, amiben tehát, hogy nyilvánvalóan egy a politika is, hogy hogyan képzel el, vagy hogy mit szeretne látni. Viszont a filmeken, hogy hogyan képzelik el gyakorlatilag a kultúrát, meg a vallást Indiában, vagy így az embereket. És az idők folyamán hogyan változott ez a kép, amit az indiai társadalomról mutattak a bollywoodi filmek? Hát, amivel én nagyon sokat foglalkoztam, még igazából a mesterszakos diplomamunkám az arról is szólt, hogy a 90-es években hogyan nézett ki ez az egész, mert az egyik legkiemelkedőbb időszak. Nyilvánvalóan ez egy ilyen nagyon-nagyon agyon kutatott dolog, de nem véletlenül. Egyrészt azért már akkor a 90-es években kezdett el uralkodóvá válni így az elit és a tömeg közönség számára is a nacionalista és a vallásos nacionalista elveknek a vallása, ami összekapcsolódott egy olyan politikai mozgalommal is, akik ezt egy ilyen tanító jelleggel gyakorlatilag propagandaként használták fel ezt a vallás és India kép témát, ami a filmeken keresztül is megjelenik, és gyakorlatilag ez látszik a filmekben is, hogy egy olyan Indiát próbálnak bemutatni, amilyet ők elképzelnek, ez a mindenki nagyon vallásos, mindenki együtt él egy ilyen óriási, sárga virágos pandzsábi mezőben, nincsenek társadalmi problémák, nincsenek társadalmi egyenlőtlenségek, amik nemes egyszerűséggel úgy vannak ábrázolva, mint hogyha nem lennének tényleg ilyen problémák.
És ez nyilvánvalóan nem így volt, és amikor vége szakadt ennek a hullámnak, és mondjuk a 2004-es választásokon egy más irányt vett a politika Indiában, akkor így egyik pillanatról a másikra sokkal nyitottabb és sokkal liberálisabb hozzáállás volt tapasztalható a filmekben is, és látszódott az, hogy vannak falvak Indiában, vannak nagyvárosok Indiában, vannak szegény emberek Indiában, vannak gazdag emberek Indiában, vannak mondjuk fiatalok Indiában, akik nem feltétlenül az aranyszegély és száriban járnak a mindennapokban egyetemre, hanem mondjuk felveszik a farmernadrágot, meg a pólót. És ez ugye tehát, hogy férfiaknál és nőknél is, ami ugye kiváltképpen izgalmas dolog. Felmerültek azok, hogy mondjuk így nagyon fontos a vallásosság nyilván, de hogy emellett így vannak más értékek is az életben, vagy hogy mondjuk ami nagyon érdekes, meg ilyen visszatérő probléma, az elrendezett házasság és a szerelmi házasságnak a kérdés, hogy mondjuk a 2004 után, így a 2000-es években láthattunk már mondjuk szerelmi kapcsolatokról szóló, és nem feltétlenül házassággal végződő kapcsolatokat bemutató filmeket, ami egy sokkal nagyobb szabadságot ad. 2008-ban már láthatunk Csók jelenetet is, ami egy nagyon furcsa dolog. Ugye nyilvánvalóan köszönmérás értésért fel lett jelentve az egész filmnek a stábja, de minden esetre egy nagyon izgalmas dolog volt. Egy sokkal reálisabb kép volt a 21. századnak az Indiájáról az, amiket ezek a filmek sugaltak, annak ellenére, hogy ezek nem tipikusan indiai filmeknek, vagy nem tipikusan populáris indiai filmek voltak, mondjuk így szerkezetüket tekintve, vagy témájukat tekintve. És akkor utána viszont a mostani filmekben, amik meg itt sorra jön neki, megint az látszik, hogy visszatértünk ehhez a nagyon konzervatív, nagyon vallásos, ugye nyilvánvalóan a vallásos alatt ez a mostani politikának is köszönhetően, de igyekezve mindenféle értékítélet, vagy ilyen állásfoglalás nélkül mondva, hogy egyértelműen a hindu vallásnak a propagálása az, ami elsősorban zajlik, vagy ami elsősorban fontos, és igazából nagy vonalakban az látszik, hogy olyan, mint hogy a 90-es éveknek a mintáihoz térnének vissza a filmek, ami nagyon-nagyon furcsa, vagy nagyon érdekes dolog. Ennek a konzervatív hindu vallásosságnak az ilyen társadalmi beágyazottságáról tudsz mesélni egy kicsit? Hát nagyon-nagyon népszerű, ami nagyon érdekes szerintem. Most pont valamelyik nap nézegettem választási adatokat, és a 545 mandátumból 303 mandátum van most éppen a Bharatiya Janata pártnak a kezében, vagy annyit foglalnak el ők, akik most ugye a kormányalkotó párt, és soha nem volt ennyire magas arányban kormányzó párt még kormány, az a 2019-es választásoknak az eredménye, ami egyértelműen arra mutat, hogy egy rettenetesen népszerű és nagyon-nagyon jó kampánystratégiával rendelkező politikai szerveződésről beszélünk, és mind az elit körében, mind a vidék körében nagyon-nagyon népszerűek az ő nézeteik. Amik szerintem, szóval, hogy ez a saját véleményem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy azért Indiának a múltjában felfedezhetők olyan sajátosságok, amiket így nem tudnak elengedni. Például ez a hindu-muszlim ellentét, ami ugye fakad egyrészt a több évszázados muszlim hódoltságból, ugye a középkorban, ami gyakorlatilag nem tudom, a 20. század elejével, 19. század végig kitartott, az, hogy ugye mondjuk a szétválásnak 1947-ben, hogy milyen visszatérő traumája van, nem véletlen az, hogy mondjuk így a legtöbb háborús filmnek, vagy akciófilmnek, vagy bármilyen politikai témát feldolgozó filmnek a központjában az India-Pakisztán ellentét lesz a mai napig, annak ellenére, hogy egy ilyen, nem tudom, 70 éve közel már megtörtént, vagy 75 éve történt pont a szétválasztása a két országnak, és annak ellenére, hogy mondjuk India lakosságának a 80 nem tudom hány százalék a hindu, és van egy ilyen 14%-nyi muszlim kisebbség, a mai napig, és egyre gyakoribbak a vallási feszültségekből fakadó összetűzések, ami egy nem igazán jó irány, így nem tudom, társadalmi szempontból nézve. Viszont emiatt meg szerintem egy abszolút érthető dolog, hogyha ha ez a hullám meg van lovagolva, vagy hogyha ez a feszültség továbbra is szítva van,
akkor ez a büszkeség, ami ez a vallásos büszkeség, ami ezért szerintem jellemző az indiai emberekre, hogy nagyon-nagyon büszkék a vallásosságukra, ez abszolút érthető dolog, hogy mondjuk politikai szerveződésekben vagy pártszimpátiában manifesztálódik. Igen, és nyilván nem is lehet elválasztani ezt a két folyamatot egymástól, egyetértek ezzel is abszolút. Viszont azt szeretném kérdezni, hogy így mennyire felejtethetőek meg ezek a politikai változások, így a populáris kultúrának a fősodrában történt változásokkal. Tehát az, hogy most más van kormányon, vagy mondjuk most nem, mert már ugye a BJP azért kormányon van mióta 8 éve? 14 óta, igen. Szóval, hogy ezek mennyire érhetők tetten radikálisan elválasztott. Hogy most attól, hogy valaki más van kormányon, attól mennyire fog rögtön megváltozni a populáris kultúrának az iránya? Ez 2004-ben nagyon, nagyon érdekes volt, mert akkor nagyon, nagyon radikális volt ez a változás. Tehát 2003-ban még elkészült mondjuk pont a háborús filmekkel kapcsolatban, mert igazából most azzal foglalkoztam a legtöbbet, hogy 2003-ban még elkészült egy ilyen ultranacionalista film arról, hogy a 1999-es kargili háborúban a hős indiai katonák megvédték a hazát, és tényleg, tehát gyakorlatilag nem dialógusok vannak a filmben, hanem így monológokban beszélgetnek egymással a szereplők arról, hogy mennyire jó indiainak lenni, és igazából semmiről nem szól a film, csak arról, hogy menetelnek, harcolnak, és nagyon-nagyon szeretik, hogy ők indiaiak. És hogy ezzel szemben, meg 2004-ben, amikor meg egyébként nagyon-nagyon kevéssel, vagy nagyon-nagyon kis arányal, azt hiszem, hogy 7 vagy 8 mandátummal tudott győzni a kongresszusi párt, illetve ez a baloldali pártcsoporttal karöltve, hogy akkor ugyanebben a témában készült két másik film is, viszont már teljesen másként fogalmazták meg ezt az egészet. És sokkal inkább szólt arról, hogy igen, harcoltunk a hazáért, de hogy ez egy ilyen történelmi dolog, és akkor ezt így zárjuk le. És már ez nagyon izgalmas szerintem ebben az egészben, illetve az, hogy 2004-ben már elkészültek olyan filmek is, mint mondjuk a Virzára, ami egy gyakorlatilag így egy ilyen békülést tematizáló film, vagy így ennek a békülés korszaknak a programfilmje gyakorlatilag, ami arról szól, hogy egy pakisztáni lány és egy indiai fiú egymásba szeretnek, és igazából tűzavassal küzdenek azért, hogy egymás élehessenek, és aztán a végén egymás élesznek, mert valójában nem is a két ország, vagy a két vallás az, ami a legnagyobb ellentétet jelenti, hanem a bürokrácia, meg az adminisztráció, meg a rossz politikai döntések. És ez szerintem egy nagyon-nagyon radikális nézőpontbeli változás. Viszont amikor ennek a korszaknak vége lett, és 2014-ben a BJP győzni tudott, akkor ez nem jelent meg ennyire nyilvánvalóan, pedig óriási arányban tudtak győzni, ami nagyon-nagyon furcsa dolog volt, viszont továbbra is tudtak elkészülni, tehát hogy nem volt annyira nagy látványos változás a filmekben, hanem én ez a 2017-18 környékére tenném, vagy a 2019-es választásokra időzítve egyébként rengeteg olyan film készült el, ami nagyon-nagyon egyértelműen ezeket a nacionalista üzeneteket súlykolja, illetve készült egy életrajzi film a miniszterelnökről, Narendra Modiről, ami valamiért eltűnt a süllyesztőben, és egy óriási bukás lett egyébként, de nem tudom, hogy miért, mert sajnos azt nem volt lehetőségem megnézni. De, és egy sorozatot is akartak tervezni az ő életéről, viszont az sem valósult meg, szóval, hogy vannak itt ilyen nagyon, nagyon érdekes dolgok, hogy mi miért, meg hogyan történik, viszont mostanra kezdett, vagy mostanra érett be szerintem az a fajta üzenetközvetítés, vagy az a fajta direkt politizálás a filmekben, ami mondjuk a 90-es években ennyire brutálisan tetten érhető volt. से हुए
करता सारा समान। ये जलते घर ये काला धुआं, ये जलते घर ये मुझसे तुझसे हम दोनों से ये जलते घर कुछ कहते हैं। बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, és az Orient Express a civilradio.net-en, és Fejesen Csodorkával beszélgetünk a bollywoodi filmekről és a nacionalizmusról. Az utolsó blogban szeretném, hogy egy kicsit visszatérnénk a háborús filmekre. Említetted, hogy ez nem nagyon létezett ez a műfaj korábban Indiában, most viszont nagy reneszánszát éli. Mesélj ezekről, légy szíves egy kicsit. Ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog, mert ha valaki Bollywoodról kezd el beszélni, akkor valószínűleg nem a háborús filmek lesznek azok, amik így nagyon hirtelen vagy nagyon először az ember eszébe jutnak, viszont azon nagyon érdekes, hogy nagyjából ugyanúgy reprezentálják egyébként, vagy ugyanaz megjelenik a háborús filmekben, mondjuk strukturálisan vagy a cselekmény szempontjából, mint ami a klasszikus romantikus masszálákban, tehát elérhető. Csak itt a romantikát felváltja a háború és a lövöldözés. Szóval, ami egy ilyen nagyon radikális különbségnek tekinthető, viszont igazából az a legérdekesebb az egészben szerintem, vagy ami miatt engem az egész különösen megfogott, vagy nagyon elkezdett érdekelni, hogy a bollywoodi filmeket nagyon gyakran éri, egyébként nem teljesen alaptalanul az a vált, hogy nagyon egyformák a filmek, és nagyon egy kaptafára készülnek, és hogy igazából a történet az összesnek ugyanolyan, és ez valóban egyébként részben így van, aminek egyrészt kulturális hagyományai vannak, másrészt pedig így alakult, és igazából így komfortos az indiai közönségnek. És viszont sokkal fontosabb az, hogy mondjuk így érzelmileg hogyan épül fel egy filmnek a narratívája, vagy hogy milyen üzeneteket tud közvetíteni, vagy hogy mi az, amit mond a film. Ami szintén egy nagyon furcsa dolog lehet, hogyha most így elkezdek arról beszélni, hogy milyen üzenete van a bollywoodi filmeknek, mert ez is egy ilyen, általában megrökönyödnek az emberek, hogyha elkezdek erről beszélni, hogy milyen rétegei, meg milyen mélységei tudnak lenni egy bollywoodi filmnek, hogyha az ember mondjuk egy minimálisan többet foglalkozik az indiai kultúrával, mint ami mondjuk, nem tudom, így általánosan a híradókból elér hozzánk, kvázi nyugatra. És a háborús filmeknek az az érdekessége, hogy ugyanolyan üzenete van, mint mondjuk a 90-es években, vagy itt húzható szerintem a legerő teljesebb párhuzam, de a 90-es években ugyanolyan üzenete volt a háborús filmeknek, mint a romantikus tematikájú családoknak szóló filmeknek, hogy hogy viselkedik a jó indiai, milyen a jó indiainak a képe, ugye nyilvánvalóan hindú, a hazája az első, emellett pedig ugye a családi hagyományok, az időseknek a tisztelete, a tradícióknak a megtartása, extrém vallásosság, és ugyanezek a fordulatok megjelennek a háborús filmekben is, és a romantikus filmekben is. Arról nem is beszélve, hogy a daljelenetek is ugyanúgy megjelennek, nagyjából ugyanolyan arányban a háborús filmekben is, ami egy ilyen
nem tudom, Ryan közlegény megmentése musicalben az egy ilyen vad kép lehet, hogyha ezt így elképzeljük, de gyakorlatilag ez jelenik meg, hogy ugye klasszikusan a háborús filmekre jellemzően csoportos hősökkel találkozunk, ami miatt ugye nehéz lehet, főleg mondjuk nyugati szemmel nézve az egyforma katonai egyenruhába öltözött indiai katonákat megkülönböztetni egymástól, viszont mindegyik karakternek a hátteréként kapunk egy daljelenetet, ami bemutatja, hogy ő milyen családból jött, hogy van-e felesége, vannak-e gyerekei, és ezek ilyen nem egyszerűen ilyen flashback jelleggel vannak megmutatva, hanem egy ilyen 6-7 perces daljelenetben el van énekelve, hogy ő kicsoda és miért fontos, hogy ő az. És gyakorlatilag ugyanez jelenik meg egyébként a romantikus filmekben is, tehát ugye a szerkezete is nagyon-nagyon hasonló, van egy szinkron időben játszódó storyline, amiben találkozunk ilyen flashback-es szerkezetekkel, van egy gyakran egyébként egy narrátor által felmondott szöveg az elején, hogy mit fogunk látni, vagy hogy miért fontos ez, a végén, hogy mi az üzenete a filmnek, szóval, hogy nagyon-nagyon furcsa ez a párhuzam, ami a romantikus és a háborús filmek között vonható. Ami miatt mégis szürreálissá válik az egész, hogy rettenetesen erőszakosak ezek a filmek, tehát, hogy iszonyatosan, tényleg én, tehát, hogy sokkal realistább módon mutatják be, nyilvánvalóan ugye a háborús filmben nehezebb a nem tudom, csilingelő karkötőket, meg az aranyvégű szárikat bemutatni, és nagyon-nagyon-nagyon erőszakos, koszos filmek vannak kvázi, ami miatt felmerülhetne az a kérdés, hogy ez valóban minden rétegének szól-e a társadalomnak, és én mondjuk egy gyereket nem biztos, hogy beültetnék megnézni egy ilyen filmet, viszont nem érte cenzorálisan semmiféle hátrány ezeket a filmeket, ugyanúgy megkapták ugyanazt a besorolást, mint a klasszikus masszálák a korban. És ami miatt tök izgalmassá válik az egész, hogy ez ebben a köztes időszakban 2004 és 2014 között, vagy így, tehát 2000-es évek közepe, és mondjuk a 2010-es évek közepe vége között, nagyon-nagyon átalakult. Előtte a 90-es években ez így direkten az India-Pakisztán közti háborúkra redukálódott. Volt egy-két film, ami mondjuk ilyen India-Kína közti konfliktusról szól, de azok annyira elhanyagolhatók egyszerűen, hogy elképesztő, hogy az India-Pakisztán háborús filmekhez képest, és ez a téma, ez a 2004 után átalakult, és egy ilyen sokkal globálisabb problémaként kezelték, tehát hogy a háborút, mint olyat kezelték, vagy mondjuk a terrorizmussal foglalkoztak, ami szintén egy ilyen globálisabb probléma, és nem kimondottan a hindu-muszlim ellentétről, vagy az India-Pakisztán ellentétről szóltak a filmek. És most viszont, ahogy mondtam, és ugye 6 filmet ígértek idénre, abból 2 megjelent, ez mind a 2 az India-Pakisztán 1971-ben folytatott háború, vagy a 1971-es India-Pakisztán háborút tematizálja, ami nagyon erősen sugall arra, hogy még a mai napig nem tudják elengedni ezeket a konfliktusokat, és nem is akarják láthatóan. És a többi film is egyébként az 1956-os, 71-es és 99-es háborúkról fog szólni a tervek szerint, vagy hát azok alapján, amik ilyen beharangozók kijöttek a filmekről. Szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas tendencia. Ami elmondható mondjuk a legutóbbi film, amit nekem szerencsém volt megnézni, az 2021-ben volt a Búcs, amit mozivászonra szántak, viszont a pandémia miatt nem sikerült mozivászonra eljutatni, ezért nincsen igazából egy olyan klasszikus box office adatok nincsenek a filmről, hogy mint a klasszikus nagy mozifilmekről, mert csak egy streaming platformon jelent meg. Viszont indiai közönségen belül nagyon jó értékeléseket kapott, nyilván a nyugati értékelésekből pedig nagyon rossz véleményeket, mert egy borzalmasan rossz buta filmet csináltak belőle, aminek tényleg csak annyi üzenete van, hogy legyünk indiaiak, mert az jó, halljunk meg a hazáért, mert az jó, Pakisztán meg gonosz. És így gyakorlatilag erre a 3 üzenetre redukálták le az egész filmet, ilyen nulla cselekménnyel gyakorlatilag, és az látszik, mintha megpróbálták volna így a 97-es mondjuk, ami így a legnagyobb háborús filmnek számít, a Border című filmet újraforgatni, vagy mondjuk annak a mintájára csinálni egy új filmet, viszont egy sokkal butább, vagy sokkal egyszerűbb megfogalmazásban, ami nem tudom, hogy a
készítőknek ez direkt szándéka volt-e, vagy a közönségből néznek ki kevesebbet, vagy nem tudom, hogy mi történhetett, de ezek alapján nagyon kíváncsi leszek az idei filmekre, hogy mit sikerült összehozni. Nagyon köszönjük Fejes Jancsó Dorottyának, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szidák Júlia vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a SoundCloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pálkmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra, tartsanak velünk a jövő héten is! चल मेरा कलमा मेरा